jobbik. Elnök úr, én igazából... Államtitkár urat szeretném szóra bírni itt ezen a késői órán, azzal kapcsolatosan, hogy a tárca nem foglalt állást a módosítónkkal kapcsolatban, melyet a bizottság közösen adott be. Én biztatnám arra, hogy támogassák legalább a nyelvi képzéseknek az elszámolhatóságát, legalább ezzel a minimális százalékos arányjal, amit a bizottság elfogadott, tehát a 20, illetve a 10% leírhatóságával. Itt szeretném a figyelmébe ajánlani, hogy az Európai Uniós alapelv is az, hogy igyekezzünk egy élethosszig tartó tanulást, önképzést biztosítani a munkavállalók számára. És ehhez kapcsolódik még az is, hogy rengeteg képző intézmény, nyelviskola vesz részt ezeknek a képzéseknek a lebonyolításában, akiket a törvény jelenlegi szövege alapján hatalmas hátrány ér 2012. január 1-től. Hadd említsem példaként a Katedra nyelviskola hálózatot, mely 80%-ban céges képzésekből tartja fel magát. Engem nem is igazából maga a Katedra, mint nyelviskola érdekel, hanem azok a munkavállalók, azok a nyelvtanárok, akik ezeket az órákat megtartják, ezeket a képzéseket leszervezik. Több ezer munkavállalóról van ugyanis szó, akik fő vagy másodállásban ezekben a képzésekben lényegében az egzisztenciájukat keresik meg, vagy egészítik ki. Tehát biztatnám önöket arra, illetve szeretném is önt kérdezni, hogy támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr.